A tanárok, tanulók, de a szülők sem értik, hogy a diák tiltakozások idején az azzal szimpatizáló diákok listázásáról elhíresült Balatonalmádi angol nyelvű gimnáziumban miért nem nevezték ki azt a tanárt igazgatónak, akit szinte mindenki támogatott helyben. Ketten adták be a nyár elején pályázatokat az igazgatói állásra. Egyikük pályázatát nem megfelelő végzettség miatt 2 hét alatt visszadobták, míg a másik pályázó csak most tudta meg, hogy ő sem felelt meg a fenntartónak. Az okokról senkit sem tájékoztat a fenntartó, ráadásul most az iskola vezetésével egy olyan igazgató helyettes bízott meg a Klik, aki sohasem tanított itt, az utóbbi 5-6 évet gyermekeivel otthon töltötte, és Almádiban nem is ismerik. Az igazgató helyettes váltás is, az igazgató kinemnevezése is mind azt mutatja, hogy rengeteg minden számít a fenntartónak, kivéve a szakmaiság. Ezt mondja az a pályázó, akit azért zártak ki, mert a fenntartó szerint nem megfelelő pedagógusi végzettséggel rendelkezett ahhoz, hogy megbízhassák. Az ő pályázatát ezért szinte azonnal visszadobták a fenntartó munkatársai. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nekem van egy angol nyelv és irodalom szakos bölcsészdiplomám. Én 5 évvel ezelőtt is pályáztam az igazgatói pozícióra, akkor azt mondták, hogy kell ehhez egy pedagógus szakvizsga, hogy meglegyen az a képesítésem. Én ezt azóta megszereztem a BM-en. A másik pályázó az iskolában 22 éve biológiát tanító tanár sem kapott megbízást. Ő is csak egy e-mailt kapott, melyben tájékoztatták, hogy megfelelő pályázó nem volt, ezért érvénytelenítették a kiírást. A szülők végre nyugalmat szeretnének az iskolában. A korábbi vezetés elég rendesen elhíresült a dolgaival, a listázással, illetve utána Heller Ágnes kitiltásával. Ez egy szabad és nyitott gondolkodású iskola. Mi szülők és diákok is nyugalmat szeretnénk, de nem úgy, hogy közben tökre tegyék az iskolát. Siófokon egy ottani tanévnyitó rendezvényen sikerült elérnünk az intézmény fenntartó vezetőjét. Ő azt mondta, hogy a pályázattal kapcsolatban Hoffmann Rózsa hozott döntést. Szerinte kevés, hogy helyben támogatják a jelöltet. Döntéshozónak pedig azt kell mérlegelnie, hogy a vezetői szerepkörben, a benyújtott pályázat alapján, pályázat tartalma alapján bízik-e annyira abban a jelöltben, hogy megbízza a vezetői feladatok ellátásával. Itt ezt a fajta sikert nem lehetett elkönyvelni. Az országban több mint 150 iskolában nincs kinevezett igazgató a tanév elején. Balatonalmádiba egyébként egy új igazgató helyettest is kinevezett a fenntartó.